Még egyet szorított a kormányzati satu a településeken. A kancellária miniszter február első hetében jelentette be, hogy a kormány februártól május végéig elengedi az állami vagy önkormányzati ingatlanok bérleti díját, hogy ezzel segítse a megroppant vendéglátást és más szolgáltató szektorokat. A rendelet a következő héten jelent meg, és júniusra is kiterjesztette a kedvezményt, amely az újpesti vagyonkezelők asszájából. 80 millió forintot vesz ki. Mint egy 70 darab olyan partnerünkre vonatkozik a rendelet is, illetve van hatállyal, amelynek a következő 5 hónapban nem kell fizetnie bérleti díjat. Ez nekünk havonta 15 millió forintos bevétel kiesést jelent. Várjuk annak még a körülményét, hogy bármilyen kompenzációt fogunk erre kapni, mert ugyanazal egyetértünk teljes mértékben, hogy támogatni kell ezeket a bajba jutott vállalkozásokat, hiszen valóban ezek az üzletek zárva vannak, bevételük nincsen, ennek megfelelően nyilvánvalóan a bérleti díjakat, illetve a munkavéreket sem tudják fizetni. De ugyanakkor az is tény kérdése, hogy az újpesti vagyonkezelő ZRT-nek is van, mint egy 130 alkalmazottja, akinek szintén ki kell fizetni minden hónapban a munkavéreket, és ha tetszik, nem tetszik alapon mi a bérleti díjakból tartjuk el, működtetjük ezt a részvénytársulatot szerintem működtetjük mindazt a feladatot, amire az önkormányzat ránk víz. Tehát ez a mi számításaink szerint most június 30 egy 80 millió forintos bevétel kiesést fog eredményezni. Az öt havi bérleti díjmentességet kapott tevékenységi körök listája ugyanis igencsak hosszú ezek a vendéglátóipari egységek, különböző éttermek, különböző cukrázdák, kávézók, presszók, ugyanakkor a, a, rekreációs tevékenységet nyújtó szolgáltatások is, mint a, konditermek, ugye ebből is van a vagyonkezelőnek, vagy már hat darab, amit ugye bérbe adunk. Kulturális rendezvényszervezés, utazásszervezéssel összefüggő tevékenységek, ezek esnek ebbe bele. A vagyonkezelő természetesen odafigyelt arra, hogy a bérleti díj fizetéstől mentesülők valóban azt a tevékenységet végzik el a kerületben, amely alapján jogosultak a kedvezményre. Egyenként nézték végig, mint egy másfél ezer partnerük szerződéseit, és azok tartalma alapján határozták meg az érintettek körét. Az biztos, hogy a több mint 30 éves Káposztás megyeri sógor vendéglőnél nem kellett sokat vizsgálódni. Ahogy az is, hogy a segítség nagyon jókor jött. Hiszen a megcsappant forgalom miatt itt is folyamatosan húzni kellett a nadrágszion, de nem nagyon volt már hova eddig azért benne volt a levegőben, hogy na, na ugyan meddig bírjuk. Tehát én is volt egy olyan összeghatár, azt mondtam, ha ezen belül meg tudjuk úszni, akkor oké, és akkor, 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 talpon maradunk, viszont hogyha azon túlléptünk volna a tavasszal, meg a nyáron, akkor nekem le kellett volna húzni akkor a, a rolót. Hát így viszont nem kell lehúzni a rolót, úgyhogy ez egy óriási segítség. A vagyonkezelőnek igencsak fájdalmas bérleti díjmentesség életmentő lehet tehát a megmaradásukért küzdő cégek számára. Az UVZRT pedig csak abban bízhat, hogy ezért és az összes többi járvány miatt kieső bevétele után talán kap majd valamilyen kompenzációt.